Jó estét kívánok mindenkinek, és köszöntök mindenkit itt az Orientalisták az OSK-ban második évadának második előadásán. Ma különleges előadással és különleges előadóval kedveskedünk Önöknek. Az előadónk Hajnal István, az ELTE Sémi Filológia és Arab Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense, és az iszlám valláson és kultúrán belül szélsőséges irányzatoknak, elsősorban iszmaelitáknak, asszaszinoknak és egyéb érdekes témáknak a szakértője. Hogyha őt be kéne mutatnom, akkor azt kell mondanom, hogy már gimnazista kora óta érdeklődik a keletkutatás iránt. Szerencséjére, ahogy ő fogalmazott, több mint 10 évet terepen tölthetett, és utána pedig tudományos munkatársa lett az ELTE-nek, ahol azóta is tanítja és publikálja az iszlám különleges irányzatainak a kutatását és legújabb eredményeket. Erről fog most beszélni. Hozzá kell tennem, hogy nem csak egy publikáló és tanító szerzőről van szó, hanem egy tudományszervezőről is. Az előadás után megtekinthetik az itt kirakott könyveket, részben a tanárunknak, részben az OSK-nak az állományából, és ezzel beszeretnénk mutatni azt, hogy egy igazi szakértő nem csak a saját ötleteit publikálja, hanem szervezőként úgy is fölép, hogy fordítja a nemzetközi irodalmat magyarra, legyen elérhető arabisztikai szakirodalom és iszlamisztikai szakirodalom. Értsünk az asszaszinokhoz, a legendáikhoz, az iszmaelitákhoz és ezekhez a különleges közösségekhez, és ebbe be lehet vonni tanítványokat is, akik azóta már saját jogon is egyetemi tanárok lettek. Nagyon sok helyen külföldi eladó, tehát Kairóban, Jordániában is tudott kutatni. Nem is rabolom a szót, én átadom a szót Hajnal Istvánnak, és hallgassák őt szeretettel. Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot, és azt a három gondolatot kívánok előre bocsájtani, az, hogy örömömre szolgál egyáltalán, hogy itt lehetek, és hogy ezt a meghívást ezzel élhettem ezzel a lehetőséggel. Másik az, hogy egy olyan muszlim közösségről beszélhetünk ebben a történelmi periódusban, amely olyan eseményeket vonultat föl előttünk nap mint nap, amelyek a muszlim világból vagy az arab világban nem a legkedvezőbb híreket hozzák, és inkább tragédiákról, háborúkról, konfliktusokról hallunk, arról, hogy az ott élő közösségek rendkívül megszenvedik ezt a történelmi időszakot. És hát akkor van egy olyan közösség, akikről majd itt szó lesz, akiket mi asszaszinokként ismerünk, de hát mondjuk meg valóban azt az elnevezést, ahogy ők egyáltalán a történelemben szerepelnek és ma is léteznek, a nizári iszmaelitákról van szó, akik viszont elmondható, hogy az a közösség, amely közösségnek ugyan nincsen hazája, csak otthona van a világ 25 országában, de azt lehet mondani, hogy hosszú, 12 évszázados, igen súlyos megpróbáltatásokkal és szétszórodottsággal és nehézségekkel teli, üldöztetésekkel teli időszak után a napjainkban az egyik békésben és virágzó körülmények közepette élő közösség. Ennek a közösségnek próbálom vázolni Önök előtt a 12 évszázados történetét, és hát megmondom őszintén, nem könnyű feladat számomra, körülbelül olyan feladat, mint amilyen néhány évvel ezelőtt volt, amikor kurmérnököknek kellett arabul előadást tartanom a magyar történetnek egy 1000 éves történetéről, és hát nagyon át kellett gondolnom, hogy mik azok a súlyponti kérdések, amelyekről itt Önök előtt hát szót ejthetek, és a másik fontos dolog az, hogy a figyelmüket is fönn tudjam tartani, és az események és a tényeknek ne zúdítsam olyan hát tömkelegét Önökre, amely aztán egy idő után élvezhetetlené teszi az előadásomat. Ezért is tartom a kezemben ezt a paksamétát, ami nem is arra szolgál, hogy mindazt, ami ide le van rögzítve, azt elmondjam, hanem inkább az, hogy egy kicsit fékezzen engem, és időnként ráirányítsa a figyelmet arra, hogy hát a logikus és rövid és átfogó hát gondolatvezetés mellett maradjak. Tehát a harmadik gondolat pedig az, hogy elnézést kérek azoktól, akik szakemberek, szakértők vagy jártasabbak ebben a tudományterületben, és azért, hogy esetleg olyan dolgokat fognak hallani, amely ennek a tudományterületnek az alapfogalmaihoz tartozik, de úgy gondolom, hogy az átlagos hallgatóból és olvasóból kiindulva mégis szükségesek azok a fogódzópontok, amelyet egy ilyen tudományterületnek az ismertetésénél engedhetetlen meg kell tenni, és ezt igyekszem röviden és frappásan, amennyire lehet megtenni. Tehát síták és asszaszinok. Azt elárultam az előbb tehát, hogy egy kisebbségi közösségről van szó, azt is elárultam, hogy síta közösségről van szó, azt is elárultam, hogy szétszóródtak a történet folyamán. A szétszóródáshoz csak azt akarom hozzátenni, hogy ez lényegében három nagy és jelentős folyamatban történt,
Az első ilyen nagy folyamat, ha lehet, hogy történelmi pillanat volt a mongol hódítás után, tehát a 13. századnak a közepetáján, amikor nagy tömegekben kényszerültek arra, hogy az iszlám középponti területeit, tehát akár az arab lakta területeket, akár pedig az iráni világ területét elhagyják, illetve annak a keleti területére költözzenek, majd ezután Indiába vándorolván, Indiából pedig valamikor a 19. század közepetáján Közép-Afrikába, hangsúlyozottan Zanzibárba, Tanzániába, Ugandába települtek, és a legutolsó jelentős vándorlásuk az pedig mind az indiai szubkontinensről, mind pedig Közép-Afrikából a múlt század 70-es éveiben, az 1970-es éveiben volt, amikor viszont irányt vettek nem is Nyugat-Európába, oda is, de elsősorban Dél- és Észak-Amerikába. Évszázados történetük, majd látni fogjuk, hogy hitszakadások sorozata, amelyeknek a mélyen fekvő okait néhány szóban majd igyekszem megvilágítani. Azt mindenképpen el kell mondani, hogy ez általában politikai kérdés körül zajlott ez a szétszakadás és ez a megosztottság, mégpedig a legfelső vezető személyét illetően, hogy ki is az, aki a közösséget vezeti. Ez nem csak rájuk, mint síta kisebbségre érvényes, hanem az a síták egészére is, és nem sokára majd beszélni fogok a sítákról. Még csak annyit, hogy jelen pillanatban a világon, mint síta kisebbséget képviselő nizárik, Hodzsa néven ismeretesek, ez már az indiai ott tartózkodásnak az elnevezése, majd látni fogjuk, hogy ez úr előkelő személyiség, főként kereskedelmi tevékenységgel foglalkozó személyeknek az elnevezése, és a másik irányzat, a Musztali Tajibi, a Bohra elnevezése, az meg a Vohorra, szanszkrit hindu kifejezésből ered, ami pedig azt jelenti, hogy kereskedő. Tehát hangsúlyozottan jól lehet érzékeltetni, hogy a modern kifejezésekben, amelyet főként az indiai szubkontinensen, illetve Közép-Ázsiában rájuk használnak, ott már az India iránti elkötelezettség és az ott eltöltött jó néhány évszázados lét ilyen értelem és hatással volt. Azt is el kell mondani, hogy jelen pillanatban a nizári iszmaítáknak vagy hodzsáknak a közössége élén egy imámnak nevezett fejedelem, vallási politikai vezető van, aki visszavezetvén családfáját egészen Mohamed próféta veje és unokaöccse személyig a 49. ezeknek az imámoknak a sorában. Míg a tajibi iszmaíták imámjai 1130 óta rejtőzésben vannak, távol vannak a közösségről, és a közösség tagjai napjainkig, mint ahogy a 12-es síták is a saját maguk távol lévő imám Mahdiát, a visszatérését várják, amikor majd átveszi a közösség vezetését, és addig ezt a Bohra közösséget szerte a világon egy központból, Bombay központból fődáig, azaz főmisszionárusok vezetik. Itt láthatjuk Shah Karim al-Husainit, a negyedik Agakánt, a nizári iszmaiták 49. Hádir vagy Házer Persául jelenlévő imámját, az azt jelenti, hogy a közösség élén lévő imám, aki hozzáférhető, elérhető, és mi a közösség minden vallás és politikai és egyéb életvezetési kérdésében ő a legfőbb, hát hogy is mondjam, fórum, amely megfelelőképpen, megfelelő formában instrukciókat ad arra, hogy miként is történjen. A másik oldalon pedig láthatjuk a tajibi misszionárusok, illetve a tajibiknak a jelenlegi missziófőnökét, aki ebben a sorban a 43. Ezen a két térképen azt próbálom érzékeltetni, hogy napjainkban az iszmaiták merre és hogyan sodorodtak. Hát nem sokat mond a kép, de minden esetre, hogy a sárga és a főként a nagyon világos sárga az érzékeltet, és elég rosszul látszik, jobbat nem találtam sajnos a interneten, az, hogy hogyan és merre vannak szerte a világban. Azt elmondható róluk, hogy ez a közösség, amblokk az egész napjaink iszmaita közössége jelen pillanatban becsült létszámot tekintve körülbelül 15 és 25 millió között van, és ott nyilvánvalóan a nizár iszmaiták képviselik a többséget, és a Bohra vagy tajib iszmaiták a kisebbséget. A másik térkép az már egy kicsit jobb, bár ott sem lehet igazából direktbe számokat látni, hanem azt láthatjuk, hogy a világos zöldtől a sötét zöldre vezetően néhány
százas lélekszámtól a néhány százezres lélekszámig, főként nyilvánvaló az indiai szubkontinensnek azon területén, szintartomány környékén, valamint Arabisztán környékén, ahol a jelen pillanatban a pakisztáni és az indiai határ húzódik. Tehát a valamikori indiai szubkontinensnek ebben a térségében találhatók. Azt is el kell mondani, hogy az első közösségeik, amik még nyilván bevándorló és a misszionárusok által szervezett közösségek voltak, az első közösségek a 10. századra nyúlnak vissza, tehát az itt megtelepedésük igaz, hogy kis mértékben, de elég hosszú történelmi időre nyúlik vissza. Imámitasíták és iszmaelik. Az bizonyára tetszenek tudni, hogy miután a proféta az isteni kinyilatkoztatások közreadásával megszervezte a arabfélsziget, addig eléggé szétszórt és hát állandó ellenségeskedésben, konfliktusban levő törzseit, beduin törzseit, nomán törzseit és egységé kovácsolta őket, már az ő életében és az ő halála után is hatalmas hódítások indultak, mégis az új, legfiatalabb világvallás szellemiségében és annak mozgató erejével azt lehet elmondani, hogy néhány évtized alatt, de mindenféleképpen egy évszázad alatt meghódították az arab törzsek fölmenvén a termékeny félhold területére, majd onnan egyrészt Afrikába, Észak-Afrikába, keleten pedig egész az Indus-völgyéig, és hatalmas földrajzi egységnek a körvonalait fektették le, és aztán utána indult meg az a folyamat, amelynek során lényegében az iszlám államiságá, birodalmiságá szerveződött, és ez több lépcsőfokon keresztül zajlott. Viszont egyetlen dolog megoldatlan volt az első pillanattól kezdődően, mégpedig az, hogy a proféta után kikerüljön a közösség élére. Ebben a politikai kérdésben, és hangsúlyozottan nem doktrinális, nem ideológiai kérdésben, hanem hangsúlyozottan a legfelső politikai főhatalomra vonatkozó kérdésben volt konfliktus a muszlim közösség, a korabeli muszlim közösségben, és az eltérő vélemények kapcsán lényegében három közösségre szakadt szét. Most nekünk elsősorban a nagyobb kisebbséget képviselő sítákról kell majd néhány szót ejtenünk, de szólnunk kell arról, hogy a többségi vélemény az volt, amelyet napjainkban is, máig is lényegében a muszlim többség, amely jelen pillanatban csak nem másfél milliárdos lélekszámot számláló szerte a világon, képviselt, akiket a későbbi időkben Ahlaszunna vagy Jamaa néven neveztek, ez azt jelenti arabul, hogy a közösségi elvet és a profétai hagyományokat képviselők. Ezek lényegében amellett tették le a voksukat, hogy a közösséget a közösség legkiválóbb szellemiségei, férfiai, muszlimjai kell, hogy vezessék, és az ő hatalomra juttatásukban egy preiszlám rendezőelvet, amelyet a prófét egyébként a közösségügyek intézésében preferált, a Korán, mint Isten által leküldött szentállandóság és az ő prófétai szokásjoga a hadiszok, illetve a szunnák mellett, és ez a közmegegyezésre épülő, később a mértékadó körök által történt választás. Mondhatnánk, hogy egyfajta demokrácia ez, olyan, mint az amerikai demokrácia nagyjából, amikor az elnököt elektorok választják meg. Ezzel a véleménnyel szemben, amely aztán későbbiekben a kalifátus történelmi arculatát, útját meghatározta, mert az első négy férfiúnak a körüli csak nem teljes közmegegyezést követően, ez azért némileg finomodott, és a későbbiekben már a dinasztikus hatalom gyakorlásnak korábban az omajjádok, majd későbben az abbaszidák, tehát valamikor a 7. századnak az utolsó évtizedeig, egészen a 8. század közepéig voltak az omajjádok az arab birodalmiságban, majd pedig a különféle áttérteknek a beintegrálása kapcsán is, miután fölvették az iszlámot is, helyet kértek ugye az életben, és nem akartak másodrendű muszlim polgárok lenni. Létrejött az iszlám birodalmiság, vagy muszlim birodalmiság, és az egy újabb dinasztiát helyezett hatalomra, juttatott hatalomra a prófét egyik távol lévő családi ágából, az abbaszidákból, akik egészen a mongol hódításig 1258-ig lényegében több-kevesebb sikerrel, az első 150 évben mindenféleképpen kiváló sikerekkel, nagyszerű sikerekkel, gazdasági, politikai és egyéb téren vezették a közösséget, majd a későbbiekben névleges hatalmuk
mellett a birodalom részekre szabdalódván, politikailag megtöredezetté válván átadták a hatalmat az egyes területek hadurainak, amelyről aztán későbbiekben kialakultak a muszlim területeknek, nagyjából egészében napjainkban a különböző nemzetállami képviselő hát részlegei vagy szekciói. Azt többségi véleménnyel kapcsolatosan a másik oldal véleménye az volt, hogy nem vezetheti a közösséget senki más, csak a proféta családjából származó személyiségek, hangsúlyozottan Ali és az ő későbbi egyenesági leszármazottjai. Ali a proféta lányának, Fátimának volt a férje, unoköccse volt, és az a helyzet, hogy amellett, és azért döntöttek a család mellett, egyrészt rendkívül kötelezettséggel bírtak a proféta, illetve a családtagjai az úgynevezett ahlalba, tehát a proféta háza népe iránt, mert úgy vélték és azt gondolták, hogy olyan különleges tudással kell ezeknek a férfiaknak rendelkezni, amelyek révén kétségtelenül, mint senki máshoz nem fogható személyiség, hát képesek a közösségnek a spirituális és a gazdasági, politikai és egyéb közjogi kérdéseiben autoriter módon hát dönteni. Tehát hangsúlyozom, hogy míg a szunnita iszlám egy arról építkező kvázi demokratikus intézményrendszert és politikai vezetettséget, bár ez nem látszik napjainkban, és ez egy másik kérdés, de ezt feltételezi és ezt a szellemiséget képviseli hát a középkortól fogva, a síta iszlám az első pillanattól kezdve egy karizmatikus, teokratikus, isteni inspirálságú, különleges tudással rendelkező, tévedhetetlen személyiségnek a létét kívánja, mint isteni szükségletet és isteni lehetőséget, Isten által adott lehetőséget a közösség élére, mert ezt a férfiakat úgy gondolták, hogy miként Alit is a proféta a búcsúzarándoklaton isteni inspirálságra, hogy is mondjam, javasolta vagy jelölte ki erre a bizonyos imámságra, mert így hívják ezt a teokratikus, karizmatikus vezetőt, innen van az imám elnevezés, politikai értelemben síta kontextusban, mert egyébként is használják, de másként pedig a vallási életben jelentős szerepet játszó vallástudósokat, vallásjogtudósokat használják, az ő epitéton ornaszunk, de itt most síta kontextusról van szó, tehát erre kell gondolnunk. Tehát különleges tudású, isten inspirátságú, csalhatatlan, tévedhetetlen. És ez az imámságról szóló tanítás a későbbiekben napjainkig, ezt lehet mondani, a síta közösségeknek a legfontosabb rendezőelve. Más rendezőelvek is születnek még a síta közösségben, amelyek a korai időszakban az első száz, vagy első néhány száz, 300-nál, nem az úgynevezett formatív periódusban, tehát az első időszakban, amikor az egész muszlim közösség formálódik, alakulnak a vélemények a szunnitáknál és a különféle közösségeknél, nyilvánvaló azokra a kihívásokra reagálva, amelyek a muszlim közösséget érték, és igazából ezeknek a kérdéseknek a megoldásához a rájuk adott válaszokban elsősorban a Koránhoz, meg a proféta hagyományhoz nyúlhattak, de egyébként meg kellett találni a megoldásokat is. Általában a szunniták ezt a közmegegyezés, a mértékadó köröknek hangsúlyozom, és a vallási köröknek a mértékadó közmegegyezésével érték el az idők folyamán. Fontos dolog az, hogy a későbbiekben a síták hosszú ideig nem kerülnek a politikai hatalomnak közelébe sem. Tehát az Ali családjából a közösség különféle csoportjai, többsége vagy kisebbsége, itt most a kisebbségről beszélek végig, által elfogadott személyek hosszú időn keresztül nem kerülnek a politikai hatalom közelében sem, nem is vállalják, inkább a mérsékletesség elvét képviselik és építkeznek, tehát a síta közösséget belülről építkezik, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a 6. síta imámig, Dzsafar as-Szádik személyig, tehát a 8. század közepéig, amikor az abbaszidák lényegében egy nagy dinasztiaváltással hatalomra jutnak, nagyjából tényleg a formatív periódus van, és azt lehet látni, hogy a közösség élén levő imámok azok inkább passzív rezisztencia állapotában távol vannak a hatalomtól. Ez nem menti meg őket attól, hogy lényegében a többségük a életét, hát hogy is mondjam, erőszakos halállal végzi. És itt kialakul egy nagyon érdekes és fontos rendezőjel, ami nagyon fontos a sítáknál, a mártíromság kérdése, amiről most nincs mód és lehetőség, hogy sokat beszéljek, de hogyha valaki egy kicsit a 12-es sítáknak a mindennapjában
mindennapi életébe, az ünnepeibe, szokásába betekint, akkor mindenféleképpen láthatja a szomorúságot, az elkeseredettséget, ilyen idézőjelben ünnepi vagy megemlékezés és alkalmakkor. És tehát azt lehet mondani, hogy egész az egész életvezetésük a régmúltjukra való visszatekintést ennek a kontextusában zajlik. El kell mondani azt, hogy a síta közösség, bár radikális irányzatok is kialakulnak, és a radikális irányzatok tevékenysége kapcsán újabb rendezőelvek kerülnek a Sia eszköztárába. Ilyen például a távol lévő rejtőző imám eszménye, egy eszkatolikus, kiliasztikus eszmény, aki majd valamikor vissza fog jönni, és a közösséget valóban abban a ideális állapotban fogja elrendezni és vezetni, amely állapotban a hívek naív, és de annál inkább sóvárgó elképzelései szerint a próféta időszakában léteztek, tehát valamiféle aranykorba vezeti vissza. Tehát nagyon fontos, hogy a korai időktől megjelenik egy messianisztikus személyiség iránti erőteljes vágyódás, amely személyiség valahol a közösség élén levő, a Ali családjából leszármazó utódok között van. Még egy nagyon fontos rendezőjel van, ezeket azért kell, hogy elmondjam, mert ezek mind a mai napig hatnak, tehát hogyha akár a 12-esekről beszélünk, akár pedig az iszmaitákról, hogy ezek az eszmék valamilyen módon az ő életvezetésükben, az ő hagyományaikban, tradícióikban ott munkálnak. A takia eszménye, ami idegen olyan értelemben, hogy nem a síták találták ki, ők átvettek egy másik, nagyon fontos, politikai irányzattól, a hárizsitákra, akikről most nincs módon beszélni, ők voltak a harmadik út képviselői abban a bizonyos vezetőválasztásos kontextusban, amiről szóltam. És ez a takia tulajdonképpen azt jelenti, hogy óvatoskodás idegen közegben, annak gyakorlása, hogy nem mutatom ki az érzelmeimet, én hangsúlyozottan itt a vallás érzelmeit és ez kötődésemet ahhoz a személyhez, vagy ahhoz a irányzathoz, ami képviselek. Ennek rendkívüli jelentősége lesz, és az iszmaitáknál azt kell mondani, hogy ha nem is tegnapig, de tegnap előttig ez az eszmény, tehát a takia érvényesítése, tehát csak nem addig, amíg a modern időszakban, tehát a 19. század közepi időszakban el nem jutottak vezetőik révén. Ez a rendezőjelv munkát, és ezt ennek értelmében éltek és tevékenykedtek. 765-ben elhunyt Dzsafar a szádik, és akkor nagyon komoly szakadás történt a közösségben. A többségi közösség az ő Muszal Kázin nevű fián vitte tovább a imámoknak a leszármazását egész a 12. imámig. Ezek lettek a későbbi 12-es síták, akik napjainkban főként az iráni területeken az ott uralkodó államvallást, megélő és államvallást képviselő népességet jelentik. És a másik vonal, Dzsafar as-Szádik iszmaili nevű gyermeke vonalán pedig kialakult a Sián belül a másik jelentős kisebbség, akiknek aztán a történelmi útjáról most szólni fogok. Itt Ali imámot, mint a síta imámoknak az ősatját mutatom, és az ő sírhelyét az iraki Nedzsefben, amely tudjuk, hogy Nedzsef, Kerbal és Kúfa a három szent város, ahol egyrészt Ali imám, másrészt pedig Kerbalában Huszein imám, az ő második gyermeke, a lényegében a harmadik imám vannak eltemetve. Az egyik legfontosabb kultuszhely ma is napjainkban a síta hívek számára azt lehet mondani, hogy olyan fontosságú, mint a amblok a muszlim hívek számára Mekka és Medina az arándoklat kapcsán, csak az ő látogatásaikat látogatásnak hívják arabul ziára, amelyet az évnek számtalan szakában nem csak a vallás ünnepekhez, hanem egyéb alkalmazhoz kötötten is gyakorolják. bocsánat. Miközben azt tudjuk, hogy a 12-es síták vonalán a családi vezetőkről, a családi imámokról, a családtagokról, tehát a Dzsafar as-Szádik, Muszal Kázin vonalán Dzsafar as-Szádikot utódló imámoknak a sorsáról nagyon sokat tudunk, és azt is tudjuk, hogy egészen a 11. imámig, miközben a közösséget igyekeztek a mérsékletesség és a passzív reszisztencia állapotában távol tartani a politikai küzdelmektől és a mérsékletesség álláspontját képviselték, és inkább szellemi tevékenységet folytattak, erőszakos halállal haltak meg, és lényegében bevonultak a síta mártíroknak a fanatikumába. 873-ban történik az a helyzet,
hogy a 11. imám elhunyt, a 12. imám, aki akkoriban egy 7-8 éves fiúska lehetett, pedig egy szamarai ház, ez Bagdadtól 160 kilométerre van észak-keletre, pincében eltűnt. És akkor úgy tűnik, hogy a síták többségét képviselő vallástudósok, vallástudósok és politikusok egy olyan lépésre szánták el magukat, hogy maximálták az imámok számát, és azt mondták, hogy ez a férfiú, ez a gyermek, ugye az az imám, akit gyermekkorában az édesapja kijelölt, ez az utolsó az imámok sorában, aki távol van, rejtőzésben van, és majd valamikor a közeljövőben vissza fog térni, mint imám Mahdi, az az egyféle megmentője a muszlim közösségnek, és az igazi életvezetés, az paradicsomi állapotok, vagy aranykori állapotok helyreállítója. Ez nagyon fontos, mert egy korábbi eszmét, ami már egyszer munkált és szerepelt a síta kontextusban, fölmelegítették, és azt is el kell mondani, hogy a 12-es sítáknál ez az eszmény, tehát a távol lévő rejtőző imám eszménye tartósan megmaradt napjainkig. Az iráni iszlám köztársaságnak az alkotmányában a 6. cikkely arról szól, hogy addig, amíg a rejtőző imám majd vissza nem jön az idők végén, a Mahdi, az imám Mahdi, addig a Iránban az ő legfelsőbb szinten lévő meghatalmazottjai, megbízottjai, akik mint hát közösség, vagy mint osztály, vagy mint réteg, a 16. századtól fogva, hogy Iránban a Siának ez az ága államvallásává és hát beintegrálódtak a kibontakozó síta államiságba, addig ezeknek a férfiaknak a grémiuma, vagy közülük a legkiválóbb, hiszen ezt az alkotmánycikket, ezt Khomeini Ayatollah életében fogalmazták, és nyilvánvaló ő mindenki überelt, tehát mindenki fölött volt, és nyilvánvaló, mint autoriter személyiség, a többi autoriter személyiség fölött állt, és nyilvánvaló egy személyben döntött a dolgokról. Jelen pillanatban azt lehetjük, vagy azt vehetjük észre, hogy a síta ulamán levő különféle irányzatok között egyfajta belső közmegegyezés, mert azért ők sem felejtették ezt az alapelvet el, nyomán egyfajta grémium kormányozza különféle állami, politikai és vallási tisztségekbe az iráni-iszlám köztársaságot. Mi történt a mi iszmaitánkkal? A mi iszmaitánk ebben a helyzetben 873-874 időszakában már csaknem 100 éve egy lappangó, titkos, rejtőző mozgalmat szerveztek azoknak a férfiaknak a vezetésével, akik rejtőzésben lévén, de nem mint imámok, hanem az imámok legmagasabb rangú megbízottjai, tehát hudzsák, innen van a hudzsatullák, vagy áják, innen van az ájátollák kifejezés. Tehát azért a legmagasabb rendű személyiség, sokszor maguk az imámok voltak a hudzsák, csak a beadatottaknak a szükköre sem tudta róla, hanem egyes szám, vagy egyes szám harmadik személyben önmagukról beszélve irányították a közösséget. Ez a nagyszabású mozgalom, amelyről senki nem tölt semmit, még a 12-es, későbbi 12-es hitsorsosaik sem. Ebben a történt pillanatban, amikor hát a többség válsághelyzetbe került, mert mondanom se kell, hogy nagy csalódást okozott, hogy nincs 12. imám, hanem majd egyszer eljön, ők pedig készülvén arra, abból a kiriasztikus, eszkatológus elképzelésből, ami náluk is, mint rendezőjel munkált, hogy náluk is megvolt a saját maguk imám Mahdia, úgy döntöttek, hogy ebben a történt pillanatban, hogy a Mahdi közeli, holnapi eljövetelét előkészítsége a mozgalom kilép a történelem színpadára. És azért, hogy 1886 és 1889 között egy hatalmas és nagyszabású mozgalom lépett ki a történelem színpadára, ez lett a korai iszmaita mozgalom, amely végül is a próféta családjából a fátimida imámokat a kalifaság szintjére emelte. A mozgalomnak a legfontosabb sajátosságairól csak két-három mondatot. Azért, mert ez mind a mai napig valamilyen formában, mint rendezője, nagyon fontos. Megcélozták a központi hatalomtól, tehát az abbaszida hatalom, hogy is mondjam, túlsúlyától mentes távoli perifériális térségeket, elsősorban Ifrikiában, Afrikában, tehát Észak-Afrika középső, Tunisz és Algéria térségében, vagy határa levő területeket, Jement, az ázsiai színbeli környékeket, hiszen mondtam, hogy színbe a szektől ezt követő az időszakban kerültek dáig, hanem korábban ez vitatott a kutatásba, de nagyjából egészi be erre az időszakra esik. Azon kívül az arábiai fésziket, keleti partmenti régióit,
valamint hát Kúfát, mert ugye a birodalom szívében Kúfa az hagyományosan még Ali kalifának a kalifaságától, mert Ali imán rövid és félbe maradt életű kalifasága időszakával valamikor a 7. század 60-as évei végén, még őt le nem döfte egy ellenpárti férfiú a tőre, még el nem pusztították, addig Kúfa volt az ő kalifátusának a központja, és Kúfa az mindig is a Sia fellegvára volt és maradt, nem véletlen, hogy ma is a szent helyek között az egyik legfontosabb. Nos, ez a kibontakozó mozgalom, nagyon távol a birodalom centrumától, Ifrikiában, Rakkádában, majd aztán később Magdiában helyezve a székhelyét, hatalomra jutott, az ott levő Kutáma berbereket térítették meg azok a dáik, akik ennek a száz évnek a lefolyása folyán, vagy folyamán, tehát valamikor a 8. század második felétől a 9. század végéig tartó időszakban munkálkodtak, és jól munkálkodtak. Azt is el kell mondani, hogy több sikeres tényezője volt annak, vagy több tényezője volt a Dahova, mert így hívják arabul a misszió sikerének. A legfontosabb az, hogy egy rendkívül centralizált mozgalom volt, úgynevezett dzsazirákra, azaz szigetekre osztott, tehát missziós központokra, amelyek egy-egy, hogy is mondjam, közösségi életére rendezkedtek, ezt úgy hívták, hogy Dar al-Hijra, menhelyeknek hívták. Ez nagyon fontos, mert a napjainkban a Nizár iszmaitáknak, a hodzsáknak, Jamal Khanék van, nincsenek mecsetei, hanem Jamal Khanék vannak, amely lényegében egyenes leképezése ezeknek a hajdani, hogy is mondjam, Dar al-Hijráknak, de azt is megmondhatom, hogy a keresztes háborúk idejében kibontakozó Nizár iszmaita mozgalomnak pedig a Szíriában is, és Irán területén létrehozott hegyi erődítményei, ezek is lényegében ebbe a modellbe illenek be. Tehát soha nem volt igazából egyetlen életterük, hanem virtuális közösség volt, és virtuális államot hoztak létre. A mozgalom sikerrel járt, hatalomra segítette a próféta házából való Alida imámokat először a történelemben, akik mint Fátimida kalifák nyilvánvaló, hiszen Fátima volt kettő is egyébként, egyrészt a mozgalom lózungját képviselő úgynevezett Muhammad ibn Ismail Mahdinak az édesanyja is Fátima volt, de hát tudjuk azt, hogy Ali imám felesége és a két első imám Hasan és Huszein édesanyja is Fátima volt a próféta leánygyermeke. Nem akarok sokat szólni Kairóról, illetve hát a Fátimida birodalomról, mert nagyon megy az idő, nincs erre mód és lehetőség, csak azt akarom mondani, hogy ez fantasztikus történet volt mindenféleképpen a maga két és fél évszázados sikertörténetében, mert először kerültek Alidák hatalomra, hatalmas területeket hódítottak el az Abbaszida birodalomtól, és szerencsés, véletlen közrejátszása és tartós erőfeszítések bevetése révén hallatlan gazdasági és kulturális jólétet produkáltak a birodalomban, különösen akkor, amikor a 10. századnak a 60-as éveiben a 4. Fátimida kalifa az egész udvartartásával a mai Tunisz mellett, Tuniszban levő Kajraván melletti Mahdiával átközött Kairóba, miután a Fátimida seregek meghódították Egyiptomot is, elhódították az ott levő haduraktól, Abbaszida főséget elfogadó haduraktól, és Szíriának is bizonyos területeiről hozzájutott. Valamint sikerrel térítették el az öbölvidéknek a térségéből a kereskedelmet, átmenő kereskedelmet, és a Vörös-tengeren folytatott átmenő kereskedelem és egyéb más vállalkozások kapcsán hihetetlen gazdasági prosperitással működött ez a birodalmiság, csodálatos épületeket épített, működtette továbbra is a keleti területeken a missziót, és azon munkálkodott, hogy azon a területen megdöntse az abbaszida uralkodók hatalmát, és azért, hogy azok a misszionárusok, akik ott voltak, nem csak katonák voltak, nem csak vallási, politikai propagandisták, hanem kiváló teológiai felkészültségű férfiak voltak, akik számtalan innovációt tettek a muszlim vallásos irodalomban, és annak dacára, hogy sajnos ezek közül az értékek közül számtalan elpusztult és elveszett, amikor megkövetkezik a Fátimidák hanyatlásával a szunita restauráció, majd az ajúbidák, illetve később a mamluk uralkodók által Kairóban, és lényegében csak az épületek maradnak, meg a szellemi kincsek nagy részét könyvtárat fölégedik, elpusztítják. Tehát ennek a hatalmas csapásnak a ellenére is
azt lehet mondani, hogy maradandót és hihetetlen értékeket hoztak létre, amelyek a muszlim közösség közös kincsét gyarapították. A 8. Fátimida kalifa időszaka, amikorra már egy kicsit hát rosszul mennek a dolgok, így mondjam, gazdasági pangás vannak, a úgynevezett hát, hogy is mondjam, éhezés 7 éve és egyebek, amikor nehézségei vannak, nem működik úgy a Nílus által öntözött területeknek a termés, tehát a termételei, területei nem termelnek annyi jelenet, hogy el tudják látni a közösséget, tehát gazdasági nehézségek vannak, politikai nehézségek is vannak, hogy a birodalomba beépülő különféle katonai erők, amelyek ugye nagyon fontosak voltak a keleti területeken is, itt középnyugaton is, erre az időszakra már olyan hatalomhoz jutnak a keleti területeken is, hogy 946-tól a Buksit, a Buvajhida hadurak Dajlamból, majd 1055-től pedig a Szeldzsuk törökök még távolabbról, Közép-Ázsiából a birodalom centrumába veszik át a hatalmat, és azért, hogy a kezdetben az Amiral-Umará, főemír, majd pedig a szultán tisztségében hát nagyon, hogy is mondjam, jelzésszerű és nagyon protokollális szerepet készítik az abbaszida kalifákat. Nagyjából, hiszen itt egy rendszerről van szó, amelynek számtalan eleme független attól, hogy síta vagy szunita rendszerről van szó, hat. Itt arról van szó, hogy kegyvesztettek lesznek, illetve elveszítik a kutáma berbeg, akik hatalomra juttatják a Fátimida kalifákat. Helyettük viszont jönnek a szakáliba, ahogy tetszik. Kaukázusból örmények érkeznek, cserkeszek érkeznek, szudániak és ezek a különféle katonai kutlák, arabul így mondják, tehát csoportosulások egymással konfrontálva varakodnak a hatalomért. Itt nem Amiral-Umará van, hanem Amiral-Dzsűs van, tehát a legfőbb hadvezér tisztjében és a örmény származással kikerült Badral Dzsamáli nevű fő hadvezérnek a színre lépésével az idős, koros 8. Fátimida iszmaélita kalifa arra kényszerül, hogy megváltoztassa a döntését a leendő imám személyét illetően, és nem Nizár fiát, hanem Musztali nevű fiatalabb gyermekét, akinek egyébként nyilván ez a hadvezér azonnal hozzáadja a lányát, és ezzel is jól megalapítja, vagy megalapozza ezzel a, hát a házassággal az ő politikai hatalmát. Lényeg az, hogy szakad a közösség. Két nagy csoportosulásra szakad, mégpedig amely Májkhatú csoportosulás, az egyik a Nizári, a másik a Musztali, még arról el kell mondani, hogy a későbbiekben alig telik el egy 100-150 év, 1130-ban egy újabb szakadás van, akkor a Háfizi és Taibi ágra szakad, ugyancsak ilyen politikai konfliktusokból, hogy elhunyt vagy a halálára imám mégis nem azt jelöli ki, akit ki kellett volna jelenni, akit a Fátimida iszmaili hát, hírek elvárnak és várnak a hatalomra. És így módon a Fátimida iszmailiták az 1130-as évektől egészen 1170-ig, amikor is ugye a szíriai területekre a Zangida atabégek had urai érkeznek a térségbe, és beállván egy újabb katonai kutla élén a Fátimida sereget beszolgálni, majd megdöntik a Fátimida uralkodók hatalmát, lehúzzák a sárga zászlót, fölhúzzák a fekete zászlót, és ezzel demonstrálják azt, hogy attól a pillanattól kezdődően már ez a terület ismét az abbaszida kalifát főségét ismeri el. Nem is akarok többet beszélni a kisebbségnek a kisebbségéről, tehát a Taib iszmaikról, vagy bokrákról. Az a lényeg, hogy ők miután megbukik a Fátimida kalifátus, távozni kell, hogy mindig is kisebbségben voltak az iszmaiták Egyiptomban, mert lényegében egy ideológiai, politikai uralkodó elit vezetett egy szunita többségét, akik legyünk őszinték, még nem is szuniták voltak, hanem nagy részük a lakosságnak még koptok voltak, keresztények, mert a kisebbség ekkor még többségben volt, és majd csak a mamluk időszakban, tehát jóval később, vagy másfél-két évszázaddal később történik meg az a történelmi pillanat, hogy Egyiptomban a kisebbség kisebbségé válik, tehát szunita restauráció milliójében. Nos, tehát a taibikról annyit, hogy viszont ők, amit tehettek, Jemenbe menekítették az elbukott, lehanyatló abbaszida kalifátus szellemi kincseit, majd ezek Jemenből Indiába kerültek abban a nagy népvándorlási folyamatban, amikor az arab félszigetről és az iráni területekről végül is a
iszmaita kisebbség, tehát még a kisebbségnek a kisebbsége is kiszorul, és hát újabb életteret keres, elsősorban Közép-Ázsiában, és utána pedig Dél-Kelet-Ázsiában. Mi történik a mi többségünkkel, ugye a nizár iszmaitákkal? A nizár iszmaiták abban a történelmi pillanatban, amikor ez a szakadás megtörténik, külön válnak. Nem fogadják el nizár halálát, és azért, hogy létrehozzák az új missziót, a Dawajadida, az a neve, és ez az új misszió lényegében a korai iszmaliának azt a radikális, hát eszkatolikus, kiriasztikus attitűdjét fölvállaló radikális mozgalommá válik, mint amilyen mozgalom az a fátimidákat is hatalomra segítette. Ennek a mozgalomnak a szintere Irán, Perzsia. Mindjárt mutatom is, illetve nem is kell, mert itt van a térkép, a Kaszpi-tenger délkeleti régiója, Dajlan és Kazvin környéke. Mi a rendező elv? A rendező elv az, hogy a mozgalmat elindító, a szakadás pillanatában netten továbbképzésen, szakmai továbbképzésen résztvevő az ottan missziós központban résztvevő Hasan ibn Szabbák, aki perzsa származású férfiú volt, visszatérvén keresi a lehetőséget, hogy az ottani fátimida iszmaili híveket az új irányzatra átállítván megfelelő életteret keresen, és ezt a hegyvidéki erődítmények rendszerében találja, amelyeket nagyrészt ebben a régióban, amit mondtam, tehát Dajlanban, azon kívül Kuhisztánban, tehát a Kaszpi-tenger délkeleti régiójában, ez egy hegyvidéki régió, tehát 3000 méteres hegyek vannak, megközelíthetetlenek, bevehetetlenek, és az a helyzet, hogy ezekben rendezibe is alakítja ki a virtuális államát. Három jelentősebb hely van, Lamaszár vagy Lambaszár, Majmundíz és Alamut. Alamut a központ. Tehát az alamuti központban a legmagasabb rangú katonák vagy misszionárusok, azok vezetik a közösséget és szervezik a közösséget, és azért ezek úgy néztek ki, ezek a hegyi erődítmények, hogy általában volt egy erőd, amelynek hihetetlen módon jól megszervezték a környékét teraszos földműveléssel, megfelelő vízbevezető rendszernek a biztosításával, és a környező települések parasztjai, földművelői pedig biztosították ugye ezeknek a katonai erődítményeknek a élelemmel való ellátását, annak fejében, hogy megvédik őket ezek a nagyszerű vitézek. Ebben az időszakban már szeldzsuk törökök vannak a iráni területeken, és az a helyzet, hogy meg a központban is, tehát már Bagdadban 1055-től leváltják a buvalhida, síta, 12-es síta hadurakat, és megindul egy nagyon erőteljes politikai, ideológiai restauráció, amely nagyon keményen kezeli a sítákat, annál keményebben az iszmaitákat, nem kell elmondani. Majd arról is, hogyha idő lesz, szólok néhány szót, hogy mi volt meg erre most még nem tudtam kitérni, hogy mi volt az a hihetetlen nagy ellenszer mögött, ami a szunita közösség vagy többség részéről kezdettől fogva nem csak a sítákat, az iszmaitákat meg különösen, és a nizári iszmaitákat pláne üldözte és hát kényszerítette arra, hogy hát óvatoskodjanak, takiját használjanak, majd pedig hát a életterüket bizonyos történelmi időszakokban megváltoztassák és távozzanak. Visszatérve, tehát a legfontosabb dolog az, hogy hegyi erőtmények sorozata és a partizán háború taktikája. A partizán háború taktikájában egy nagyon sajátos hadmodort vezettek be. A politikai ellenfeleket látványosan, nyilvános területen agyonütötték. Megkéselték. Tehát ők voltak a ashába szikkin, mondják arabul, a késesek. Tehát azért, hogyha némi párhuzamot találunk a mostani, hogy is mondjam, politikai, vagy nem politikai, hanem tehát gyilkosságokra, amely Európa szerte hol itt üti fel a fejét, annak ellenére, hogy hangsúlyozom, hogy semmi folytonosság és kapcsolat nincs az akkori dolgok és a mostani között, a forma dacára, meg annak dacára sem, hogy bizonyos elnevezéseket, amelyeket akkor használtak a tettelkövetőkre, azt is használnak, például a palesztin terroristákra, a fidái elnevezést használták. Nincs a közöttük igazából lineáris, tehát folytonossági kapcsolat, és semmi közük egymáshoz. Itt arról van szó, hogy a szeldzsuk hadurak hadserege túlsúlyos, hogy is mondjam, katonai erőt képviselt, és egyszerűen képtelenség volt másként szembeszállni velük, mint a partizán háború és az egyéni terror, módszerét képviselve. Hangsúlyozom, hogy a békés lakosság
iránt, legyen a szunita vagy 12-es síta, soha semmiféle hadműveletet nem intéztek, és nem érte. Ezek a férfiak, akiket ők elpusztítottak, azok egyrészt vezírek voltak, tehát magasrangú katonák voltak, politikusok voltak, néhány szunnita, abbaszida kalifa, sőt fátimida kalifa is áldozatul esett, vagy olyan vallástudósok, vallásjogtudósok voltak, akik hát a közvélemény befolyására, mert hangsúlyoztam, hogy rendkívüli módon utálták az iszmaitákat, olyan vallási döntéseket hozták, amelyekben kvázi, most idézőjelbe teszem, mert ilyen az iszlámban igazából nincs, hogy kiátkozták, azaz hitetlennek, mulhidnak nyilvánították őket. Ami még nagyon fontos, hogy ideológiailag ennek az egész mozgalomnak a tengelyében az imámságról szóló tanítás volt, mégpedig az, hogy a közösségnek egyetlen csalhatatlan, tévedhetetlen, különleges tudással rendelkező vezetője van, és ez nagyon fontos, és ez a Nizár imám, aki most még nincs jelen, de majd egyszer megjelenik, és a közösséget a paradicsomi lét állapotába hozza valamilyen formába. Hassan ibn Szabbáhról beszéltem, tehát ő volt annak a három férfiúnak, akik mint nagyon magasrangú, a legmagasabb rangú képviselők a Nizár imámok képviseletében a közösséget alamútban és ebben a virtuális államban vezették, és azt a küzdelmet folytatták, ami végül is egyfajta ilyen, angol úgy mondják, hogy stalemate, az egy patthelyzetet eredményezett, mert a szeldzsuk törökök sem bírták őket, tehát nem tudták meghódítani a váraikat, és ők sem voltak képesek arra, hogy a partizán háború és az egyéni terror taktikájával olyan fordulópontot idézenek elő, hogy ami igazából a szeldzsuk hatalomnak a bukásához vezetett volna. Tehát mi katonapolitikailag kialakult egy ilyen, hát hogy is mondjam, kiegyenlítődős állapot, addig azt lehet mondani, hogy egyéb területeken egészen tűrhető együttélés alakult ki a két irányzat, vagy a két, hát hogy is mondjam, közösség között, el lehet mondani, amelyet tapasztalhatunk majd a keresztes háborúk időszakában, a kereszteséges az ott lévő muszlim hatalma között, amikor egy-egy keresztes háborús katonapolitikai offenzia után a kedélyek megnyugszanak, és inkább mindenki a sebeit nyalogatván próbál megegyezésre törekedni, és a pozícióit így módon erősíteni a térségben. Hassan ibn Szabbáhról tehát szóltam, azt el kell mondani, hogy még két kollégája volt, két ilyen magasrangú misszionárus volt, akik őt a tisztségében követték, majd utána 1164-ben megjelennek Alamutba a Nizári imámok. Amiért párját ritkító rendkívül dolog, tehát, hogy van egy újabb síta állam, amelynek az élén nem kalifaként, mert ezt azért nem tették meg, mint az omajjádok megtették, a késői omajjádok pont abban a történt pillanatban, amikor a fátimida imán fölvette a kalifaságot, hogy ezzel is egy fricskát adjon politikailag vagy ideológilag az abbaszida kalifának is, ugyanakkor Andalúziában az omajjád kalifák is fölvették ugye a kalifai címet, és a muszlim világnak egy történt pillanatban valamikor a 10. század közepetáján három kalifája volt. No hát ezt ők már nem, hát hogy is mondjam, tették meg ezt a lépést, de kétségtelen, hogy a, mint különleges tudással rendelkező csalhatatlan és tévedhetetlen személyiségek teljhatalommal vezették, közvetlenül irányították és vezették a közösséget, és ezért nagyon fontos ez, mert a későbbiekben bármi is történik a Nizár iszmaitákkal, napjainkig Agakánig, azaz Shah Karim al-Husseini személyig, ez a közvetlen vezetés direkt vagy indirekt módon a közösség életvezetésének a kialakításában máig is munkál. Valamikor 11. század, vagy 12. századnak a 60-as éveiben, mert már a 12. század elején kialakul a filiáli, és Szíriában is létrejönnek az ott lévő fátimida közösségekkel, és az ott lévő szunnitákkal, meg a 12-es sítákkal szemben is létrejönnek iszmaita közösségek. Nizár iszmaita közösség. Tehát Alamutból dáikat küldenek oda, és azok elkezdenek szervezkedni, és hát több megoldást keresnek. Abban a rendkül, hát hogy is mondjam, hiszen ebben az időszakban már itt vannak a keresztesek, lezajlottak az első komoly konfrontációk és katonapolitikai akciók a két, tehát a keresztények és a muszlimok között, és hát létrejön ugye a négy keresztes állam, és azért ebben a nagyon bonyolult, nagyon összetett, a mai napra, a Szíria mai napjaira emlékeztető, de nyilvánvaló minden hasonlat sátít, tehát az akkori megfelelő történelmi kontextusban kell ezt elképzelni. Politikai szituációban egyrészt akkor a Szíria nagyvárosait
mint városállamokat, az abbaszida kalifákhoz fű szeldzsuk atabégek, vagy azoknak a leszármazottjai, itt főként Aleppót, Damaszkuszt vezették, és Moszút, mert ebben az térségben Dzsazirának hívják Felső Irakot, és a másik pedig a szíriai területek, ezek a meghatározó városok. És azon ki ott vannak a keresztesek, ugye a tengerparton, Jeruzsálem, egy ideig ugye a Jeruzsálemi Királyságnak a központja, aztán majd Akkó, és az ehhez ott van Antiókia, ott van Tripoli, a Tripoli grófság, Antiókiai fejedelemség, és a Tripoli grófság és az Antiókiai fejedelemség közé északirakon a mostani városokat figyelembe véve a Himsz Hamá és a Lazakia háromszögbe ott szerzik meg azokat az erődítményeket, ugyancsak azzal a módszerrel és ugyanazzal a taktikával, amelyet Iránban is olyan nagyszerűen hitsorsosai korábban alkalmaztak, és ott rendezkeznek be. Nincs mód és lehetőség arra, hogy most azokra politikai, illetve katonapolitikai, hát hogy is mondjam, akciókról és interakciókról beszéljek, ami jellemezte a nizári iszmaitáknak a viszonyát, a térségnek a szunnita hatalmaihoz, a fátimida kalifákhoz, illetve az ott levő keresztes államok vezetőihez, és nem utolsó sorban a térségben, különösen ebben a térségben ugyancsak a erődítmények jelentős részét birtokló templomos és johannita lovagrendekkel kapcsolatosan. Azt lehet mondani, hogy egy mondatba akarom megfogalmazni, hogy milyen is volt ez a politika. Egyrészt az elrettentés politikája volt, mert azért, hogy itt is továbbra is alkalmazzák a politikai ellenfeleknek a célzott, látványos és nyilvános helyen történő megkéselését. És ezzel félelmet keltettek. Nem véletlen, hogy miközben emberek százezrei pusztulnak el nagy seregekbe pro és kontra a két hadviselőfél között, mégis a térségnek a gyilkosaiként, orgyilkosaiként, tehát mintegy, hogyha mindenki jámbor bárány lenne, a későbbiekben a nizár iszmaitáknak a neve maradt fönn az assassin kifejezésben, amely majd mindjárt megmagyarázom, hogy miből ered, de végül is a keresztes háborúk lefutásával és a keresztesek távozásával a térségből az általuk, illetve az írástudóik, szellemi embereik által elvitt tradíciók, hagyományok, hírek nyomán a középkortól kezdve lényegében ez a kifejezés az orgyilkosok, hogy is mondjam, szinonimájaként vonul be a neolatin nyelvekben Európában. Azt kell még elmondani, hogy az a férfi, akit itt, mint Rashid ad-Din Sinant látunk, a 12. század 60-as éveitől a 90-es éveikig volt a nizári közösség élén, Masyaf vagy Misláf és Kahaf nevű erődítményekben ott tevékenykedett, és egy rendkívüli felkészültségű, ezt nem mondtam le Hasan ibn Szabbáhra, de el kell mondani, hogy még a szunita források szerint is mindkét férfiú rendkívül sokoldalú, kiváló katonai képzettségű, kiváló teológiai felkészültségű, tehát szellemileg és fizikális és rendkívüli képességű férfiú volt. Nem véletlen, hogy Rashid ad-Din Sinant nem csak a Jeruzsálem uralkodók, illetve a keresztes államoknak a vezetői, de maguk a szunnita uralkodók, a térség szunnita uralkodói is elfogadtak, tudomásul véve a partnerságát, jelenlétét, hogy politikai, regionális politikai tényezés, hogyha megkérdeznék azt, hogy mi volt az a politika, amely az ő kapcsolatát ott levőkkel, az ellenfeleivel működtette, akkor azt mondom, hogy az ellenségem ellensége a barátom. Tehát körülbelül ennek a gondolatnak a jegyében alakult a dolog, és és a legfontosabb az volt, hogy minden körülmények között azzal a kapcsolatteremtéssel, azokkal a politikai lépésekkel, amelyeket sokszor látványos és talán szembe jövén a saját ideológiai állásfoglásával meglépett, Rashid ad-Din Sinant ezt mind annak érdekében tette, hogy a közösségét megóvja, és hát a boldogulását lehetővé tegye. Assassin legendák. Hát először is az assassin. Az assassin szó a hasisi, vagy hassásin, vagy hassásun szónak a neolatin nyelvekben, tehát az ófranciában, illetve a latinban főként eltorzult változata, különféle latinosított formában jelent meg, és az a helyzet, hogy azt tudták azok, akik használták, hogy lényegében ez azt jelenti, hogy kábítószer, fű, tulajdonképpen a vadkendernek az elnevezés eredetileg, és akire ezt rámondták, hogy hassás vagy hassási, az nagy valószínűséggel kábítószer fogyasztó volt.
Így módon nyilvánvaló természetesen jött az a dolog, hogy a Nizár iszmaitákat ezzel a névvel illették, hiszen abban a környezetben, ahol szunnita része is, vagy 12-es síta része is nagyon ellenséges érzület vett őket körül, az ilyen jellegű információ továbbadás, hogy ezek nem igazi muszlimok, és hát mindenféle olyan dolgot művelnek, amellett, hogy orgyilkosok is, ugye ezt abból a néhány 50-nél nem több esetet jegyez fel a krónika, amikor akár Iránban, akár pedig Szíriában ilyen jellegű akciókat hajtottak végre. Tehát könnyedén adódott az az elképzelés, hogy akkor ők valamiféle kábítószer befolyásoltsága alatt követik el a tetteiket. Ki kell ábrándítanom a hallgatóságot, mert ennek a történetnek a fele sem igaz. Sajnos szomorú a dolog, de hogy amikor a keresztesek, illetve a nyugatiak a térségből távoztak, nem csak ennek a kifejezésnek a, hogy is mondjam, szélsőséges, pejoratív és hát nagyon romboló formáját és tartalmát vitték magukkal, hanem elvitték azt a képet is, és azt még a tudományosság is felhasználta a közelmúltig, tehát azt lehet mondani, hogy a 20. századnak a 30-as éveikig, tehát a modern orientalisztikai kutatások is névértéken vették azokat a tradíciókat, azokat a hagyományokat, azokat a legendákat, amelyeket ehhez a közösséghez és ezekhez a politikai akciókhoz kapcsoltak. Azt el kell mondanom, hogy a muszlimokkal ellentétve, akik a középkor folyamán végig, nem csak azért, mert ugye azt a térséget, amelyet meghódítottak, ott már keresztény kisebbségek lakta, de gondoljunk csak arra, hogy amikor létrejön Andalúziában omajjád hatalom, közvetlen kapcsolatba kerülnek a keresztényekkel, tehát hallatlanul jól informáltak voltak és tájékozottak voltak a kereszténységnek a hitbéli dolgaikról, röviden fogalmazva. Ez nem mondható el a muszlimokról, el kell, hogy mondjam, hogy például a kokáért az a közösség, amelyről mint muszlim közösséggel idézőjelben érdemben is jobban megismerkedtek és tudtak valamit, azok éppen a Nizár iszmaiták voltak, és nem a szunniták, és nem a 12-es síták, ebben az időszakban a keresztények, és igazából még azt sem tudták, nem tudták az alapvető különbséget a korabeli írások szerint, hiszen ezekben a legendákban olyan leírások is szerepelnek, amelyek nem csak ezeknek a férfiaknak a mozgásáról, tevékenységről szólnak, hanem a hitbéli dolgaikról, nem tudták az alapvető különbséget Mohamed és a Ali között, hogy ki kicsoda, és azt sem tudták, hogy kik a szunniták és kik a síták, és hogy miként alakulnak ezek a dolgok. Tehát ebben a kontextusban azt kell, hogy mondjam, hogy a legendák, amelyek születtek, azok valóban, vagy azok a tradíciók valóban legendák, számos legenda született, és ezek a legendák lényegében, mint egy fűzér egymáshoz kapcsolódók, ebben azok a gondolatok munkáltak, amely a kereszteseket vagy a nyugatiakat főként izgatta, hogy hogyan lehet, hogy ezek a fidáik, ezek a mindenre elszállt, önfeláldozó harcosok vállalják ezeket a merényleteket, amelyek nagy többségében maguk is életüket veszítették. Ez volt az alapkérdés. Mivel lehetett őket rávenni? A kérdésben többféle válasz született, és ezen válaszok körül született meg a toborzás legendája, a halálugrás legendája, a paradicsomi kert legendája, és a legendáknak végül is a legteljesebb összegzését elhoztam, de nem nincs mód és lehetőség, mert rettentően megy az idő, hogy felolvassam azt a részletet, de hagyd mondjam el, hogy Marco Polónak az az útikönyve, amelyet ő a 14. századnak az első felében, amikor Kubilaj Kán udvarába ment Kínába és a térségbe, a mongol hódítás után hát nyitottá vált a térség, és az európai kereskedők és hát vallási emberek utazhattak a térségbe, megfogalmazott is, mint perzsiai élményeit adott közre. Ő fogalmazza meg legteljesebben ezeket a legendákat, teljes, hogy is mondjam, keretbe, azzal a különbséggel, hogy Rashid ad-Din Sina személyét, akit hegyi öregbe hívtak, Vétus Montagna, vagy Vieux de la Montagne elnevezéssel illettek a keresztesek, és az asszaszinokat áthelyezi iráni területre, mintha ott is valóban ekként is ilyen elnevezés alatt munkálkodtak volna. Bár érdekes, hogy a beszámoló elején mulekte latinos formában mulhit elnevezést, mint az államnak a hát szinonimáját használja az ottani Nizár iszmaiták lakhelyének a megjelölésére. Tehát jó szívvel tudom ajánlani, hogy olvassák el, mert nagyon színes a leírás. Az a lényege, hogy ez a hegyi öreg lényegében a paradi örömöket a földön, egy különleges kertben,
ezeknek a kiválasztott ifjaknak őket bódult állapotba, kábítószer befolyása alatt oda bevívén, vagy kivívén, és tőlük megvonván ezeket az élvezeteket, arra készteti, vagy kényszeríti, hogy feltétlen nélkül engedelmeskedjenek az ő parancsainak, hajtsák végre ezeket a cselekedeteket, és akkor újból majd részesülhetnek ezekben a paradicsom örömökben. Hozzá kell tennem, hogy a fidáik nagy része alvó ügynök volt. Tehát érdekes módon, hogy a említett 50 esetből több mint egy tucatról kiderült, hogy hosszú időn keresztül szolgáltak annak a fejedelemnek, vezérnek, vagy akár kicsodának a környezetében, senki nem tudta róluk semmit, és vártak az alkalmas pillanatra, amikor egy olyan helyzetbe került ez az exponált férfiú, hogy a nyilvánosan elrettentő módon ledöphessék. Na most ezt nem lehetett csinálni kábítószeres állapotban, és az is nyilvánvaló, hogy itt elsősorban az ő részükről az a hihetetlen elkötelezettség munkát az ügy, illetve a hitvallás és az imám iránt, ami az első pillanattól kezdődően megfogalmazottan az imánságról szóló tanítás és az ebben a gondolati kontextusban való elkötelezettségnek a álláspontját, vagy a sajátosságát és a képviseletét jelöli. Itt láthatjuk egy nagyon szép illusztráció, a felső illusztráció, amely Odericus de Pordenone-nek a könyvéből való, és a későbbiekben érdekes módon Marco Polónak a úti beszámolójában is az első 960-as években kiadott változatában többek között más keleti utazásokat bemutató képek között szerepel. Bal oldalt Hassan ibn Szabbah, jobb oldalt pedig Rásid ad-Din Sinan. 1256-ban a mongol seregek hülegű vezetésével óriási hadjáratot indítanak a muszlim területek ellen, és hát a kutatások megerősítik azt, hogy lényegében a nizáriták hamarabb, mint Bagdad központ és a bagdadi kalifátus központja, lényegében azért is többek között azért is estek áldozatául ennek a hadjáratnak, és pusztították el a váraikat, és pusztították el a nizár imámat a teljes, hát mondjuk családtagjai teljességével, vagy hozzátartozói, vagy egyetemben, mert a térségnek a szunnita ulamája és fukahája, akik hamarabb kerültek kapcsolatba hülegűvel, ugye a mongol seregeknek a vezetőjével, afelé irányították őt, hogy ezt a hát darásfészket azt mindenféleképpen el kell pusztítani, és ezt nem rögtön, de néhány év leforgás alatt meg is tették, és arra kényszerítették az imámot, hogy távozzon Alamutból, és adja ki a parancsot a fidáiknak, akik védelmezték ezeket az erődítményeket, hogy adják át, ami nem ment olyan könnyen, néhány év telt el, míg aztán sikerült mindenhonnan az iszmaitákat kiűzni, elpusztítani. Mi történik azzal, hogy elpusztult az imám, eltűntek a természetesen, ez nagyon érdekes itt a kontextusban, hogy az imám elpusztulhat, de egy hozzátartozója, aki majd valamikor az imámság vonalát fölveszi, az mindig életben marad. A tények tanúsága szerint, hogy így van, és hát itt is valamiféle hasonló dolog történik. Azt lehet elmondani, hogy a elkövetkező két évszázad iráni területeken, teljességgel a Takia jegyében. Szíriai területeken a mamlukok nem írtják ki az iszmaitákat. Az iszmaiták egy ideig, miután a kereszteseket kifüstölik Anjalud 1260 után a mediterrán térségéből, és utána pedig a mamlukok kerülnek hatalomra, meghagyják az iszmaitákat az erődítményeikben, de pacifizálják őket, tehát megvonnak tőlük mindenféle fegyveres tevékenységet, és az a helyzet, hogy ebben a helyzetben nagyon sokan távoznak inkább iráni és egyéb területekre, vagy az arab félsziget déli területeire vándorolnak, ahol iszmaita közösségek vannak. Azt lehet elmondani, hogy a Takia jegyében, a elkövetkező 200 évben hangsúlyozottam, az iszmaita imámok távol vannak, rejtőznek, a közösség a szétszóródottság állapotában van, és különféle állarcot vesznek föl. Elsősorban a szúfi misztikusok állarcát ebben az időszakban a térségben, amely politikailag rendkívül töredezett, alapvetően a mongolok veszik át a politikai irányítást, de ők még nem integrálódtak, még igazából nem is fognak a térségben beintegrálódni, és ebben a helyzetben
számos szúfi dervisrend találja meg a helyét a térségben, és az a helyzet, hogy azt lehet mondani, hogy ez az irányzat az iszlámnak, bár szunnita alapokon nyugszik, ha ezt ki kell mondanunk, de nagyon sok hasonlóságot mutat a siához, mert főként az iszlamitákhoz, mert itt is az ezoterikus jellegű, hát hogy is mondjam, gondolkodásnak, szemléletmódnak és az Istennel való, vagy az isteni kínlatkoztatású gondolatokkal való kapcsolattartásban ez középponti mozzanat. Tehát azt lehet mondani, hogy a iszmai imámok természetükből fakadóan, vagy a lehetőségből fakadóan természetes módon vállalták fel a szúfi misztikus mestereknek a szerepét, mint mursidok, és a híveik pedig, mint muridok csoportosultak körül, és az a helyzet, hogy Andzsúdánban, Karakban is, több helyen, Mahallátban, tehát Irán középső részein ott találunk máig is olyan rekvizitumokat, épületeket és emlékeket, amelyek arra mutatnak, hogy itt iszmaita imámok és iszmaita közösség működött a szufizmus állarcában. Majd a 16. századtól kezdődően ugyancsak nagyon érdekes egy szúfi rendnek a metamorfózisa nyomán, a Szafavida szúfi rend jól fölfogott politikai érdekből, hiszen akkor már igencsak az oszmán törökök fenyegették a kalifátus iráni és pláne a középponti területeit, váltottak, és az a helyzet, hogy kijelentvén közreadván magukat, mint a rejtőző távol lévő imám Mahdi képviselői, majd hozzátartozói, spirituális vagy fizikális hozzátartozói, a 12-es siát, mint államvallást, hogy is mondjam, vezették be Iránban, és lényegében ezzel a lépéssel megteremtették Iránban azokat az alapokat, amelyek aztán hosszú, jó néhány évszázados időszakon keresztül jutott, vezetett el kisebb közjátékokkal, itt a pahlavi rendszerre gondolok, de elvezetett lényegében az Irán-Iszlám köztársaság, így a hagyományokat illetően. Tehát az iszmaitákra azt lehet mondani, hogy először a szúfizmus, utána a 12-es sia, és majd nem utolsó sorban pedig a hinduizmusnak az állarcában szervezik meg önmagukat, és ebben az időszakban nagyon jelentős hát, tömegekben vándorolnak, illetve szerveződnek meg az indiai szubkontinensnek már említett területén. Ezzel a helyzettel, hogy az indiai szubkontinensen is létrejönnek a elég régi időkre visszanyúló, de mindenféleképpen a helyi sajátosságokat figyelembe vevő, hát, hogy is mondjam, feltételei és lehetőségei, alakul ki egy új irányzat a Nizári Iszmailiába. Ez a Szantpát Iszmaili, ami nagyon érdekes, hogy bár egy szanszkrit kifejezés, de a Koránnak az első szúrájából van is szereplő Szirát al-Mustaqim, az egyenes út, az igaz út kifejezésnek a szaszi tükör fordításaként jelöli nyilvánvaló azt az utat, amelyet eredetileg az iszmaita mozgalom abban a kifejezésben fogalmazott meg, hogy ők nem más, mint az Isten által az igaz úton vezetett mozgalom, a Dawad Hádija. Tehát így kell fölfogni. Az elnevezésről már beszéltem, hogy a hívek jelentős részét, és később amblokk az egész nizári iszmaita közösséget napjainkban. Lényegében a Hodzsa, ami a Hvádzsa szóból ered, ugyancsak szanszkrit vagy hindu kifejezés, és a 14. századtól kezdődően ez volt a elnevezésük a híveknek. Maga pedig ez az irányzat azért izgalmas, mert bár benne vannak azok a hagyományok, amelyet a nizár iszmaiták arab, majd perzsa millióból szokásaikban, gondolkodásmódjukban magukkal hoztak, de számtalan dologban merít a térségnek a szellemi kincseiből, tehát a hinduizmusból, és abból a sokféle szellemi hatásból, ami rendelkezésre állt a régióban. Ez lehetővé tette egyrészt a beilleszkedésüket, és másrészt pedig elkerülték ezáltal az üldöztetést egyrészt szunnita, mert ugye szunnita muszlimok voltak többségben ezen a területen, Indiának ezen a területein, meg akár a hinduk részéről történő konfrontációt is. És azt lehet mondani, hogy a kulturális elfogadtatás vagy elfogadottság egyfajta stratégiáját jelentette, és nagyon célszerűen és praktikusan működött, de azt is el lehet mondani, hogy a följegyzések szerint voltak amblok, például úgynevezett arabisztáni térségben olyan közösségek, amelyek nizár iszmaitákként indultak, és ma hinduk.
tehát annyira erőteljes volt a befolyásoltság és a hatás, hogy végül is teljesen átformálódtak. Maga a tanítás, amiről most nincs mód, és beszélni az hindu és muszlim eszmék hatását, annak szintézisét tartalmazza. Egyetlen nagyon izgalmas dolgot még csak hozzáfűzök, hogy ennek a nézőpontnak, vagy pedig rendezőelvnek, vagy irányzatnak, vagy szellemiségnek egyében születnek meg az úgynevezett gínán mitoszok, amelyek tulajdonképpen vallásos énekek, jelentősen merítenek az a hindu folklórból, és ezt adaptálják a síta iszlámnak a hagyományaihoz, és ezek már gujaráti nyelven, illetve a térségnek a különféle Indiában használatos nyelvein születnek meg, amelyek teljesen új színfolttal és teljesen új, hogy is mondjam, kulturális egységgel gyarapítják az egységes nizári iszmaita szellemi örökséget. Azt is el kell mondani, hogy a közelmúltban, tehát nincs egy jó évszázad, hogy végül is a 40, ha jól emlékszem, 46. Agakán, tehát kvázi kortárs imám, az, aki ezeket a gínánakat összeszedette, összegyűjtötte, és ezek, mint ilyen hősi eposzok és ilyen vallásos himnuszok, azok énekelve, zenével kísérve, ami megint egy eléggé furcsa és sajátos, a genuin iszlámra nem éppen jellemző, hogy is mondjam, előadásmód használatosak a közösségben. Számos szertartásuk, majd erre ezzel kapcsolatosan néhány dolgot azért a végén megmutatok. 5 percet kérek még, és aztán befejezem, mert már túlléptem az illendőségnek a határát, de azért szeretném elmondani, ami még itt van. Itt láthatjuk azt a 3 férfiút, akik meghatározók voltak, a Hasan Ali Shah, aki még iráni területeken tevékenykedett. Ő kapta meg a Kajar, tehát a Szafavida uralkodókat követő a 18. századtól Iránt uraló 12-es síta uralkodóktól egy Kirmánnak és Kumnak a dinasztikus házasság révén. Először is kilépnek a nizár imámok, az ő a 40. imámtól kezdődően kilépnek a közösség élére. Vége a rejtőzés időszakának, a takijának, és az a helyzet, vállalják, mert kedvezőek a lehetőség, a kadzsar időszakban már elég toleráns a politikai főhatalom, nem olyan, mint a szeldzsuki, vagy a szafavida időszakban, és arra is lehetőség nyílik, hogy dinasztikus házasságot kössenek, és a 46. nizár iszmaita imám pedig jelentős tartományoknak a kormányzója, és meg is kapja először az Aga Khan és a Mahalláti, ez egy helységre vonatkozik, amely Közép-Iránban volt, elnevezést és címet, amely elnevezés mind a mai napig végül is a nizári iszmaili imámoknak az epitéton ornansza. Tehát a legfontosabb feladat, amit ő elvégez, hogy visszaszerzi a hatalmát, az imám a központi irányítását és a hatalmát a korábban szétszórodott és különféle rendű és rangú helyi vezetők által irányított közösségeknek. A férfi, akit ő követi a Aga Khan, Ali Shah, nagyon érdekes, hogy az Hasan és az, illetve az Ali és a Shah kifejezést szúfi tradíciókat fölmutatva, miként a szúfi mesterek is nagyon gyakran használták ezt a epitéton ornans, azért, mert a szúfi mesterek körében, akik ugye a mesteri tekintényt ismerték el, és az egész gondolkodásmód a mester és a tanítványoknak a közjátékából alakult ki, és a közös istenkeresés, személyes istenkeresésnek a kontextusába. Nos, ezt a kifejezést, vagy ezt elnevezést azért használták, mert rendkívüli tisztelettel viseltettek Ali imám személye iránt, bár szunniták voltak, azért, mert Ali imám mindig is egy autoriter típusú tekintély volt, miként a szunnita tanító mesterek az iszlámban. Aga Khanról csak annyit, illetve Aga Khan, Aga Ali Shahról annyit, hogy ő az, aki az utolsó imám, aki még iráni területeken tevékenykedik és átköltözik Bombéba, és attól kezdődően az iszmaita missziónak a központja. Lényegében a közelmúltig azt lehet mondani, mert igazából valamikor a 19. századnak az első felében Szultán Mohammed Shah, a 48. imám az, aki Európába teszi át a missziónak a székhelyét, pontosabban az imám rezidenciát, és azóta az ő utódja Karim Aga Khan is Európában székel, amellett, hogy nagyon szoros kapcsolatot tart a szétszórodott 25 országban szétszórodott közösséggel.
Szultán Mohamed Sahról szeretnék beszélni. Nagyon fontos, hogy az ő időszakában, az ő életében történik meg az, hogy egyrészt jogilag, tehát alkotmányosan rendezi a alattvalók, a hívek és a imám közötti kapcsolatokat, és ez dekrétum vagy dokumentum, mégpedig hát fermán, így hívják, tehát az a kinyilatkoztatás, vagy az a közlés, amelyet ugye a hívekhöz hivatalos formában az imám eljutott ilyen formában, a másik pedig, hogy Bombayban 1861-ben pedig a britek által kialakult ugye Indiában, és hát gyarmati kézben tartott Indiában a Bombayi bíróság hivatalosan is elismeri a síta Ismail Nizári, hát hogy is mondjam, híveknek a státuszát a brit Indiában is, ez nagyon fontos. Nagyon kiválóak az ő kapcsolatai az európai férfiakkal, főként nyilván a britekkel, a brit birodalom központjával, az uralkodóházal, ami hagyományosan majd láthatjuk, hogy Karim Aga Khan is rendszeresen találkozik az angol királynővel, és az a helyzet, hogy ennek nyomán jogilag is rendezni tudják a Nizár Iszmailt, a közösségnek a státuszát. A másik fontos, hogy ez a három férfi, és hangsúlyozottan a három férfi közül Szultán Mohamed Sah indítja el azt a reform folyamatot, azt a modernizációs folyamatot, ami egyébként az iszlám világban a késői oszmán időktől, itt gondolok nem csak a Isztambulra, hanem gondolok Muhammad Alira, mint az egyik legfontosabb, legjelentősebb hát provinciális kormányzónak a tevékenységére. Tehát azt a modernizációs reform folyamat, amely egyrészt a nacionalizmus, a kibontakozó nacionalizmusnak, másrészt pedig a behatoló európai hatásoknak a közjátékának függvényében kialakul minden muszlim területen, nyilvánvaló a helyi sajátosságoknak megfelelően, és igazából az arab muszlim területeken majd a II. Világháború után a világi forradalmak és az arab nacionalista mozgalomnak a térnyerésével hát bontakozik ki, és hosszú időn keresztül mindannyian tudjuk, hogy ez a folyamat rendkívül jól működik, és nagyon sok eredményt és hát vívmányt ért el az arab muszlimok körében. Azt is tudni kell, hogy ő a ENSZ-nek, az elődjének a Nemzetek Ligájának 1937-ben ő volt a egy éven keresztül az üléslevezetője, és amikor a brit birodalomból kiszakadt India, és megindultak a tárgyalások, és ugye bekövetkezett az a folyamat, amelynek a végén India és Pakisztán lett, akkor a muszlim tárgyaló felett a londoni kerekasztal tárgyalásokon Szultán Mohamed Sah képviselte. Most már igazán csak keveset. Jamal Khana, mondtam, szóltam róla, hogy tulajdonképpen máig is a Nizár Iszmaitáknak vagy Hodzsáknak az életvezetésének a központjában a közösségi ház van, ami a Dar al-Hijzsáknak meg a későbbi stratégiai jellegű erődítményeknek a modern és hát a civilizált változata. Nagyon fontos, mert nem kihívó. Ha rátetszenek nézni, ez a világ legkülönbözőbb részein készültek ezek a fölvételek, és mindenütt igyekszik, például a baloldali, ez Londonban van, tehát belesimul a környezetbe. És ez nagyon lényeges, hiszen gondoljuk azt, hogy milyen port vett fel, amikor mecsetek épültek Svájcba, vagy akár Nyugat-Európába, és mi 150 éven keresztül elviseltük, de nem nagyon örültünk neki, és nem sok marad meg belőle, és most sem örülnénk különösebben, hogyha mecseteket építenek. Tehát lehetőséget a takijának egyféle sajátos megnyilvánulása, azt lehet mondani, és azon kívül az élettér. Hangsúlyozottan benne vannak a világias arculatú mozzanatok, tehát azért, hogy egy olyan közösségi ház, amelyben nyilvánvaló a muszlim vallási tradíciókat, amelyeket ők megtartottak és átvettek és hangsúlyoznak is megélik, de hangsúlyozottan ez a közösségi létnek a fóruma, valamiféle hasonló, mint a korai muszlim időkben volt a dzsámi, a gyülekező hely, ahol lehetett aludni, enni, és bármit lehetett tenni, azon kívül is, hogy imádkozni lehetett. Tehát annak a modern változata. Élén általában egy muhi, egy helyi, hát hogy is mondjam, megbízott, mert az imámok, tehát az agakának közvetlenül vezetik a közösséget. Nagyon érdekes, hogy nincs meg az sem, ami Iránban van, hogy nincs a vallástudósoknak a grémiuma, nem
nincs mellettük olyan értelembe véve, hogy azok a politikai irányításba beleszólnának. Persze, hát könnyen van, mondhatnák maguk a Nizári Iszmai imám, hiszen tulajdonképpen virtuális kormányzója és irányítója ezeknek a területeknek, de rendszeresen utazik, számtalan kapcsolatot, esetben tart kapcsolatot a közösségekkel, és mondom, kijelölt, általa kijelölt vezetők, a MUHI az a közösség egybetartója és irányítója, és a Kamadi az pedig a pénztárosa. Nagyon fontos a pénztáros vagy a kincstáros, mert lényegében az a mérhetetlen vagyon, amelyel a Nizári Iszmaita imámok is, vagy agakának napjainkban rendelkeznek, ami a jelen pillanatban Karim al-Huszeini agakán a világ 10 leggazdagabb monarchájának, hogy így mondjam, vagy uralkodójának, uralkodója közé teszi, az azokból az adományokból és hát Humsznak nevezett a mindenkori, az iszmaita alattvalók mindenkori jövedelmének ötödéből adódik, amit egyébként a Nizári Iszmaita imámok nem magán vagyonként kezelnek, hanem ezeknek jelentős részét olyan közösségi fejlesztésekre fordítják, amelyek melbevágóak és megdöbbentőek, és rendkívül jól működnek, és például a kokáért most rendkívül erőteljes az ezeknek a eszközöknek a bevetése és a beintegrálása a volt szovjet közép-ázsiai hát muszlim lakosságú köztársaságnak, hangsúlyozottan Tadzsikisztán, Üzbegisztán, Kazaksztánnak a életvezetésébe és az ottani iszmaita közösségek életébe. 1 milliárdos évi jövedelemről van szó dollárba, és ennek körülbelül hát 10%-át fordítja az imám. Különféle van az Agakán Development Network, amely lényegében ezeket a beruházásokat hangsúlyozottan az oktatás, az egészségügy és a kommunális jellegű tevékenységek sorában. Azt meg kell, hogy mondjam, hogy a Nizári Iszmaita alattvalóknak az a távozása, amikor Afrikába mentek, Közép-Afrikába mentek, vagy a 70-es években, amikor Amerikába mentek, azért következhetett be és történhetett, mert hallatlanul jó voltak anyagilag is, és szellemileg is kondicionálva. Nagyon, és a nők egyenjogúan ugyancsak a reform hát, imámok időszakától, tehát valamikor a 19. századtól egyenjogú partnerként vettek részt a közösség élet gyakorlatába, és ezt a jó szokását az imám, mert erre ösztönzi a közösséget, mind a mai napig megtartotta. Itt a különféle imámoknak a sírhelyé láthatók iráni és indiai területeken. A modern időszakról igazából már nem szólok, mert inkább majd kérdeznek, hogyha valamire kíváncsiak. Itt az imámokat lehet látni, főként Szultán Mohammed Sahot, amint átadja 1957-ben az imámságot Karim al-Huszeini imámnak. Itt láthatjuk a Nizári imámot, középen, baloldalt a Karacsi Egyetemnek, Agakán Egyetemnek a oktatói grémiumával, jobb oldalt láthatjuk a Szent Családot, hogy így mondjam, tehát a Nizári imám és családját. Bal oldalt láthatunk egy Nizári közösségnek a tagjait valahol Indiába, középen a leendő trónörököst idén, tehát a leendő imámat a amerikai feleségével, és jobb oldalt pedig ugyancsak Karim al-Huszeini imámot láthatjuk, Sah imámot láthatjuk 1995-ben, amikor Badakhsánba a Pamir vidékére ment, és ott találkozott a tadzsikisztáni híveivel. Itt pedig, hát, mint államférfit láthatjuk, azt tudjuk, hogy a Harvard Egyetemen végzett muszlim teológiai tanulmányokat végzett, tehát kiváló iskolázottságában van, és azon kívül pedig ENSZ utazó nagykövete az ENSZ-nek, és a kanadai parlamentnek a tagja. Tehát azért, hogy nagyon jelentős közéleti tevékenységet folytat az angol királynővel, a volt amerikai külügyminiszterrel, a szíriai elnökkel, és itt pedig az afgán elnökkel láthatjuk. Házassági szokásokról nagyon röviden, csak egy mondatban, sok mindent átvettek, de a házassági szerződés, mert ugye az nem szentség, mint a kereszténységnél, hanem egy megállapodás a két fél között, amely hangsúlyozottan tartalmaz olyan mozdulatokat, amelyek anyagilag rendelkeznek a házas pár, vagy a házas pároknak a sorsáról, hangsúlyozottan a feleség, majd a leendő gyerekeknek a sorsáról, és egy válás esetén például, tehát szabályozzák ezt a kapcsolatot, hogy mi várható, és befolyásolják. Tehát
Ezt általában a közösségvezetők teszik meg azokat a hivatalos intézkedéseket, amelyek egy-egy ilyen házassági aktus kapcsán történnek. Itt is elhangzik háromszor, de mindkét fél részéről a kubul, az, hogy elfogadja a férje a feleséget, párjának is viszont, és a házassági esküt érdekes módon arabul mondják el, pedig hát már igazán távol vannak azoktól a szokásoktól, amikor még az arab nyelv eleve nem munkált ugye az ilyen jellegű aktusokban. Ezekről már nem akarok különösebben beszélni, ezeket csak azért tettem be, egy másik előadásomból vettem ki, hogy az itt levő szokásoknak jelentős része abszolút nem muszlim szokás. Itt az elején láthatjuk, amikor az ifjú pár megérkezik, amikor virággal, rizs szemekkel szórják be őket. Jobb oldalt láthatjuk, amikor a férfiúnak a családtagjai, női családtagjai hozzák a kelengyét a leánynak. Itt a hennázást láthatjuk, ami ugye a szépségnek, illetve hát a jó közérzetnek egy sajátos jele, és nagyon megszokott dolog, nem csak az arab vagy iszlám világban, hanem az indiai szubkontinensen. Ez nagyon érdekes, a szapátia köré hát csoportosuló szokás, aminek a két képen láthatjuk a mozzanatait, amikor egy agyagedénybe különféle az életben jelképes az életnek a szépségét, jóságát és a boldoglást képviselő fűszereket, cukrot, ezüstpényt tesznek, és erre aztán a ifjú párnak rá kell lépnie, és el kell taposnia, és föl kell imódon nyitnia. Itt különféle házassági ételeket láthatunk. Köszönöm a figyelmüket! Nagyon szépen köszönjük Hajnal István tanár úrnak ezt a rendkívül lendületes és érdekfeszítő előadást, és a már-már popkulturális klisévé váló asszaszinok helyett rendkívül multikulturális, és majdnem, hogy azt mondom, hogy cuki házasságokat láttunk itt a végén, ami mindig azt mutatja, hogy a kutató lehet, hogy mindig jobban ért hozzá, mint a hollywoodi gépezet. Én azt szeretném kérdezni, hogy ezek után szorult-e bárkibe kérdés, vagy történt-e bármi olyan, ami erre esetleg meglepő módon nem tért ki Hajnal tanár úr? Van esetleg kérdés? Miért nem szeretjük őket a szunnitákat? Nagyon fontos, nagyon jó. Nagyon röviden. Már maga Mohamed próféta is az ő prófétai tevékenységét a korábbi, megelőző ó és újszövetségi prófétáknak tevékenységének a sorába helyezte el, és azt mondta, hogy ő a legfrissebb külön kiadását hozza a közösség számára az égi könyvnek. Magyarán megmondva a mai újságot is a további, tehát a tegnapi vagy a tegnap előtti újság, tehát a korábbi kinyilatkoztatások ebből következően hát hogy is a jelentőségüket, tehát hatályon kívül helyeztetnek. Ezt azt hiszem, hogy mindenki előtt ez a gondolatmenet ismerős, és nem véletlen, hogy nem csak Krisztus személye és a Krisztus személyiségének a megítélése, keresztény és muszlim megítélése közötti alapvető különbség, hanem ez a gondolat, hogy a Korán a legfrissebb kinyilatkoztatás és az ezt megelőző kinyilatkoztatások azért is hatályát veszélytették, mert már nem tudják azokat a gondolatokat közreadni, mint amelyet a Korán tud. Másrészt pedig az, hogy ő még azt is állította, illetve később a muszlim tudósok, hogy ezt a későbbiekben akár csak a zsidóság, vagy akár a keresztények félreértelmezték, és nem megfelelően bántak az égi hátulós a jelzésekkel. Ezzel a gondolatmenettel lényegében ő megfogalmazta az emberiség hierarchisztorikus történetének legfontosabb állomásait, hogy Ádám apánktól gyakorlatilag az ő időszakáig, az emberiség története kinyilatkoztatások és proféták eljövetelének és áldásos közreműködésének a közbeiktatásával telt el. Az iszmaéliták nem önálló kultfőből, hanem hangsúlyozottan a kúfai szélsőséges gulát sítáknak a innovációi alapján ezt tovább vitték, és kialakították az emberiség hierarchisztorikus történetének egy olyan elképzelését, miszerint a proféta után is, akinek az léték lényegében hat korszakra osztják az emberiség történetét, eljön egy hetedik korszak, amely már nem hoz újabb kinyilatkoztatást, de ebben a korszakban az iszmaéliták imám személye révén a beavatottak, azaz a hívek számára a valamennyi korábbi isteni kinyilatkoztatásban levő ezoterikus rejtett tartalmak, tehát a bátini tarabú, így mondják, hogy bátini gondolatok, igazságok, hakáik, ezt a kifejezést használják, feltárulnak. És lényegében szellemileg ez vezet el a teljes tudás, az ezoterikus tudás, tehát a paradicsomi létnek, egyfajta paradicsomi létnek a állapotához. Ezt
aztán filozófiailag és természetesen a változó történelmi körülményekhez hozzáigazítva, ami egy külön előadás témája lehetne, alakították, és erről a szunniták meg a 12-es síták, mert náluk sincs ez meg így, nem sokat tudtak, de minden esetre az, ami ebből kiszivárgott, az rendkívül letaglózta a kívülállókat, hogy ezek fel akarják számolni az iszlámot. Hát meg akarják az iszlám érát szüntetni, majd, hogy majd jön a Mahdi érája, és akkor nem is tudják a kívülállók, hogy akkor mi lesz. Tehát a velük táplált ellenséges, hogy is mondjam, attitűdnek a centrumában volt az, hogy ezek az iszlámot valamilyen módon meg akarják szüntetni. Így, hogy is mondjam, képezték le ezeket a gondolatokat, mert konkrétan, hogy és miként vannak ezek a dolgok, nem tudták. Azon kívül hozzájárultak később olyan sajnálatos események, amelyek megtörténtek, hogy amikor a fátimida imámok hatalomra jutása időszakában a közösség először szétszakad, és lesznek azok, akik lojálisak a közösség élére kilépő imámhoz, és lesznek olyanok Arábia kelet régiójában, Bahrein és környékén, valamint Dél-Irakban, olyan csoportok, akik viszont csökötten ragaszkodnak az eredeti gondolathoz, hogy a Mahdit akarják, hogy hónap jöjjön el, és az ő eljövetelét fegyverrel, harcosan, és hogy is mondjam, a korábban a proféta által közreadott megpróbáltatásoknak mesterséges körülményeit előidézve ki akarják provokálni, ki akarják hajtani ezt a korszakváltást. És ennek egyében történik az meg, hogy 929-930-ban a renegát, tehát a fátimida kalifákat el nem ismerő bahreini iszmailiták, akiket karámita vagy karmati néven illettek, ezek elmennek Mekkába, és hihetetlen vérengzést folytatnak ott az ott levő zarándokok körébe, és több tízezer embert elpusztítanak. Valamilyen módon bebizonyítván, hogy itt a világ vége. Eljött az a megpróbáltatás, ami után nem is jöhet más, csak a Mahdi. És tényleg az történik, hogy nem telik el néhány hónap, és Bahreinben megjelenik egy jó kiállású, nagyon szép, kicsit lányos arculatú, igazi, hát hogy is mondjam, szépség, férfi szépség, egy fiatal ember, egy iráni fiatal ember, hangsúlyozom az arab félszigeten, ez nagyon fontos, akiről azt mondják, hogy a szászánida uralkodók leszármazottjai, minden esetre messziről jött ember azt mond, amit akar, és a közösség vezetői, a bahreini karmati közösség vezetői kvázi úgy mutatják föl, mint Muhammadi Ismail, az imám Mahdinak a reinkarnációját. 80 napig tart az uralma, elképesztő gorombaságokat követel, amit most nem is akarok elmondani, amelynek a jelenségeit megtudván a kívülállók elképednek, és ezt a későbbiekben ezt az egész szituációt nem a renegátok nyakába, hanem a fátimida imám kalifáknak a nyakába nyomják. Azt már nem is mondom, hogy a keresztes háborúk időszakában az orgyilkosságok gyakorlata az még inkább sötítette ezt a fekete legendát, és későbbiekben mindezeket a jelenségeket, mindezeket a mozzanatokat, az ő történetüket közreadva és példának okáért valamilyen módon tálalva a kereszteseknek, egy olyan, hogy sem negatív kép alakult ki, amely a tudományos kutatásnak csak nem egy évszázadába, lassan most már egy évszázadába terjedt, hogy az időközben végre a valamikor a 930-as évektől a Bohra és a Hodzsa magánkönyvtárakból 1946-ban létrehozott Bombay Ismailita kiadónak és tudományos műhelynek a közreműködésével és európai tudósoknak a segítségével elkezdték azokat a Ismailita szövegeket közreadni, amelyek valóban reális és életszerű, tényleges képet gyűjtöttek doktrinális, historiográfiai és egyéb tekintetben a tudomány és a művelt nagy közönség számára. Ha szabad javasolnom, tálaltunk kint minden kitartó előadás hallgatónak, és közben tanár úrtól folyamatosan lehet még kérdezni, úgyhogy szeretném megköszönni az ülő figyelmüket. Én mindenkit bátorítok arra, hogy nézzék meg a könyveket, amiket kiraktunk. A könyvek sikerére mondva, ezek nagy része elfogyott, most van újra nyomás alatt a Ármattan kiadón ebből több darab, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy tanár úr legújabb könyve pont a kármati közösségről szól, akikről magyarul eddig mérvadó irodalom nem is jelent meg. Úgyhogy mindenkit bátorítok a további részét erre kommunikációra, és nagyon szépen köszönjük tanár nevében is a kitartó figyelmüket.